Sziasztok srácok, üdv fiúk, lányok a csatornámon, de nem csatornáján vagytok, üdvözlök mindenkit, és... Voilà! Tiszta karácsonyi a hangulat. Most is egy tuning videóval fogok jönni nektek. Méghozzá elvileg egy Bugatti replikáról fogunk most videót csinálni. Most ténylegesen Ultra HD-val, mert az előző az valamiért nem sikerült Ultra HD-val. Én nem Kixinken, hanem AMD-vel rögzítettem. De most az már ténylegesen Ultra HD felbontás, és a videós... Hát ezt nem hiszem el! A videós részeket azt megpróbálom majd M4-en rögzíteni nektek. Miközben felszállunk a Harry-vel. Ugye bejött a játékból egy motor és egy Bugatti. Azok az újabbak. Úgyhogy hirtelen felindulásból meg kéne rendelni a dolgokat. Igen, hát most ez a motor nem drága egyébként. Úgyhogy lehet, hogy megveszem, mert hát mondjuk baszom ronda. Az a helyzet. Még így oké. Okay. Hogy lámpa van rajta meg ilyenek, de ha elhúzzuk a képet, és így, hát hogy néz már ki, könyörgöm. Warz alom. Na jó. Ugye hát az elegy az eleve nekem megvolt, úgyhogy nem tudom miért rakta oda a csillagot hozzá. Ugye várható majd lesz Porsche meg mindenféle jóság. Hát én nem ilyen szériautót fogok bele csinálni. Viszont alapjáraton a kéket fogjuk választani, úgy is átfestjük, mondjuk mindegy. Na, azt mondja, hogy hogyi-mogyi, 1 millió 4. És ez mehet a... Hát ide, a Hillcrestbe. Ami tele van. Ja. Oké. Okay. Hát ezt megvettük. Viszont a motor nem túl drága. 169 ezer. Vegyük meg asztat is se. Piros van, kérem. És ugyan ide, ugyanis ez az, ami üres garázs. Most elvileg nem jött ki új dolog ezen kívül. De majd jönni fognak. Nekem a két új autó közül mondjuk ez még tetszik. De mivel Porsche meg egy csomó minden jóság, ezt is adtam. Van, ami ugye jönni fog a hét folyamán, az ünnepekig gondolom. Legalábbis hát én ezeket az információkat hallottam. Aztán remélem, hogy nem kamu infók. Itt nagyon nincs mit, amit megvennék. Úgyhogy ezt a két dolgot fogjuk tulingóni, je? Oda csapjunk is bele a lecsóba. Nem nagyon raktam be most zenét a midi alá. Nem szórakozok most ezzel külön. Én már teszteltem, mert már hamarok megvették természetesen a járgányt. És úgy van a dolog, hogy nagyon jó kis szekér, de nem, szóval egy T20 simán megveri sebességbe, gyorsulásba. Ez inkább csak azért kell, mert nem sok sportautóval rendelkezem. Ugye a rendes stántos DLC után jövő versenyautó nekem egyik se volt szimpatikus. És én nem is vettem meg őket, bár annál a DLC-nél azért vettem meg pár dolgot, de nem vittem túlzásba. Kis szartartályt vettem meg, ami a kis Fiat, új Fiatra hajaz. Ugye a homokfutó Dakaros Jeepet. Azt a hosszúkás orrút, fingom nincs mi a neve. Meg is érkezett közben a házhoz. Ami elvileg a motoros házunk lesz, nagyon szép a játék így UHD-ban. Remélem, hogy nem lesz nagyon röci-böci, mert nekem szépen fut. Csak ez nem mindig igaz sajnos, sőt a kodekkelnél szoktak lenni gondok. Hogy leáll meg stb. Viszont az OBS-ben borzalmasan meglepődtem, hogy videót akartam rögzíteni, ugye brutálisan tömörít az OBS. És bizony, össze-vissza akart, nem bírtam normális videót csinálni róla. Azt hiszem, hogy ez a sárga tetős lesz az.
Hát ide valahogy megpróbálunk le csattintjuk. És úgyse kell a helikopter. Ugye van egy pár ruha is, új duda is, ami eddig bekerült. Meglátjuk, hogy hogy is fest a szekér alapjáraton. Ott is van. Hogy így néz ki a motor. Mondta, hogy jó az FP-t. Mondta, hogy jó az FP-t. Szerintem jó az FP-je. Hát ezt megnézzük, jó? Csak gyorsan. Hirtelenbe. Hát, jó. Jó lenne a digitális kilométer órája. Sajnos nem látok le a kilométer óráig, ami viszont gáz egy kicsit. Még ha nyomom is a shiftet, akkor sem. Nem látom sajnos, hogy mennyivel megy, csak ha így le. Na jó, mindegy. Külsőleg furi. Mondjuk az biztos, hogy nem igazán szeretném a lámpáját lecsattintani az elejére. Jó, ezt majd utólag. Majd erre nem szeretnék olyan szintű összegeket költeni. Ja, ez fullos ez a garázs. Itt vannak a motorok egyébként. Visszaállunk a másikba. Ugye közel van a két házig, ide a motorokat szoktam inkább. Majd a T20-hoz meg átviszem majd ezt a Bugatti replikát. Na hát így néz ki a járgány. Ugye talán még az alapjáratos kép is ilyen. Ezekből a motorokból sajnos el kéne adagassak. Túl sok a motorom sajnos, de viszont nem valami drága, szóval sokkal jobban nem fog járni igaziból. Nem tudom mennyi a tuning. Szép a vásár. Na jó. Csapjunk bele. Nagyon jól megy, nagyon jól irányítható. Nagyon jó a féktáv, nagyon jó a féke. Sport kategóriában szerintem majd jó lesz. Az elejének egy betiltása lehet majd. Többek között. Majd azzal kell összemérni. A Porsche-t azt már nagyon-nagyon várom, mert a Porsche az alapból, ugye a Comet az alapból egy nagyon-nagyon jó autó. És annak idején, amikor elkezdtem GTA-zni, akkor az volt az első autó, amit loptam még Franklinnel story mode-ban, egy Zűdet. És ez még fenn is van videóban egyébként, hogy azzal megyek haza. Ugye itt a másik garázs, itt inkább sportautók is, hát a versenyautók vannak jobban mondva. De abból is adtam el egyet, amire nem volt szükségem, hát sajnos muszáj selejtezni. Tényleg próbálom azokat megtartani, ami tényleg tetszik is, és a vásárlásokat is erre fogom többnyire korlátozni, hogy nem veszek meg minden szart ész nélkül. Nagyon jó a verga. Még a hangjától nem húgyozom össze a bokámat. De ennek nem is az a lényege, hogy fúdetyű. Bár nem tudom, hogy miért ilyen lassabbra csinálták. Sokan haverok közül rárakták a tuningot. Ugye egy vagyonér. És hogy ezt nem lehetett leszedni, meg ilyenek. Ugye leföl emelkedik, ugyanúgy mint a T20-nál. Ahogy lassítunk. Ez mondjuk jól néz ki. Tény. Ugye a Benishez kell mennünk. Has magasságában sincs baj, 9 belőle bőven, jó, mondjuk a kilométert nem látod, de az úgyis változtatok digitálisra, ha minden jól megy. A kormány egy kicsit szögletes, remélem, hogy azt is lehet majd változtatni. Kicsit pattogos, kicsit kemény az úttartása. Ugye a lengéscsillapításunk, inkább így mondom. Na, ide is értünk. Ne arugjatok, hogy nem innen kezdtem a videót. Akkor már legyen benne a vásárlás maga, a többi dolog is, úgy vagyok vele. Na, 560, upgrade. 605 000. Kurva szád! Nézzük a különbséget.
Hát azon. Júj! Ez nagyon sokban ez, gyerekek! Ez nagyon sokban lesz. Front bumper. Nézzük csak. Olyan szögben, hogy lássam is, hogy a pina van. Az olyan hosszú kocsi, hogy kilóg a képben. Nem feltétlenül mindig a legdrágább a legjobb, ez ilyen ezüstös. Mint a csíkot maga. Ez átvölt ugyanúgy kékre. Mi a különbség? Már nem azért. Karbonos. Ez megmaradt színbe. Na mindegy, egyelőre rátoljuk, azt meglátjuk. Jó. Na jó, azt nem. Mert még egy Mercinek jól állt. Nem, én ezt nem rakom rá. Az nekem nem kell oda, ez nem, az fúj de ronda. Ami légterelő lehet, nem kérjük. Oké. Ajtók. Van ilyen évű. És ilyen évű. Ide most nem akarok kifejezetten karbont. Hát gyerekek, jó. Ez a levétel, ez meg az alap. Vegyük le. Oké. Okay. Blokk. Látok már, de ez milyen nézetet? Nem látom az autó. Nem bírom oda forgatni. Menj már a pinába. Nem akarom telebaszni izével. Hát sajnos, mivel új autó, ezt újra kell tuningolni teljesen. Kipuffok. Hát köszönjük, nem kérjük. Inkább így. Oké. Nem kérünk. Bérács. Hát szerintem ez a legjobb. Ez két kis bigyó. Vagy semmi. Hát ez maradjon úgy, ez mindegy. Ó, a motorházon nem sokat lehet tudni volni, gyerekek. Most a dudák. Ezek a karácsonyi dudák ingyenesek. Legyen ez. Interior. Ugye el fogsz hallgatni? Nagyon remélem. Azért. Na megrémültem, hogy nem fog elgatni. 29 000 ér, köszönjük. Na most a helyzet az, srácok, hogy én nem akarok felszálló repülő autót belőle. Mert borzalmas undorító. Úgyhogy nekem marad az alap. Hát az ajtókkal se. Azért ezt nem vitték túlzásba, gyerekek. Hát ez mi már? Egy Bugattiba egy ilyen bukott csöves-csöves ajtó. Ne basszál föl! Na hát, nem vitték túlzásba. A másik modell sokkal jobban meg van csinálva. Komolyan. Hú, gyerekek, legyen ez. Na, a kormánykereket legalább lehet változtatni. Már az is valami. Egy sportos jellegű.
Ezt vettem a másikra. Hú, ez nagyon Ferrari is. Hát gyerekek. Mi van, nincs. Igazából legyen ez mindegy. Hát nem vagyok elájó a srácok. Az a helyzet. És nem lehet külön a izért csinálni. Hát most szomorú vagyok. Bukolcső. Hát nem akarok bele bukolcsövet. Hát srácok, ezt nem vitték túlzásba. Megvettem kétszer, hogy más vagy. Na. Hát akkor ószín. Jó. Hát és itt jönnek a festések, ugye? Ami megint csak olyan dolog, hogy nem nagyon szeretnék belőle ilyen szériautót csinálni, ilyen festett sportautót, mert nem. Ez mind. Ez most komoly. Gyerekek. De szarok. Konkrétan mind ilyen szériakocsis megoldás. Még ez annyira nem. Ez. De ott is van oldalt felirat. Hú, baszki. Hát ez a szokásos. Nagyon kék, mindegy. Hát gyerekek, ettől most nem vagyok elájulva, ez a frankon nem mondom. Green color, mert legalább még ezt lehet állítani, fasza. Nagyon fehér. Secondary color. Metált szoktam általában. Jó lesz. Pyramid color. Igen, lehet, hogy ez most nem mindenkinek fog bejönni, srácok, de nekem ez jön be, így jön be. Én nem szeretnék ebből széria kocsit, úgymond. Szerintem úgy fogom hagyni. Hogy legyen ez üstös. Ja. Az a baj, hogy annyira sok a piros kocsim, hogy nem igazán akartam volna piros autót. De mindegy, mert az jól néz ki. Jó. Na, nem köszönjük. Azt se kérjük. Ez olyan, hogy... 1.338.000 van, az 1.600.000 volt a verga. Na most még egy dolog, srácok, hogy ezek a spoiler, nekem tetszett egyébként, hogy automatikusan emelkedett ki. Olyan volt, mint a T20. Viszont ezek a megoldások annyira nem jönnek be nekem igazából. Ezt tetszik a legjobban. Ez. Hogy van benne egy ilyen ív. Az úgy brutálisabbnak tűnik nekem. De lehet, hogy most mégis változtatni fogok rajta. Hú, nagyon jó a színe. Kurva jó a szín. Csak azért, hogy ugye nyilván a legdrágább szorítja, a legjobban gondolom én, és úgy megy a legjobban. De ezt, hogyha bárki bármi olyat tud mondani rá, hogy ez nem így van, meg baromság, az nyugodtan fűzzen comment sectionbe valamit. Váltó. Hát nem olcsó, gyerekek, nem olcsó a buli. Turbo.
Hát a kerekek, nekem tetszik ez a kerék igazából. Tier design erre nincsen, 25 ezer a golyóállóságra. Hát ez legyen a crew smoke, még 20 ezerért. Az ablakot viszont ennyire fogjuk csak. Nem kell nekem azt, hogy nem látok ki, én sokat vezetek FP-be. Úgyhogy ennyi lett a vége, gyerekek. Hát bizony. Ez az autó nem volt olcsó. Kicsit sem sajnos. Viszont ez a kerék nekem tetszik. Ezen nem fogok változtatni. Én ilyenre csináltam meg a járgányt. Nem akartam tudatszéri autót, hanem egy kicsit ez legyen változatosabb. Viszont fekete pont a Rockstarsnak abban a szempontból, hogy egyáltalán nem lehet olyan szinten tuningolni, mint például az elegyet lehetett. Nekem legalábbis ez a véleményem, nem tudom, egyetértetek-e vele. Nem volt annyira részletes, nem lehetett digitális raknak kilométornát, pedig én azt terveztem. Így néz ki, ilyen lett a végeredmény, srácok. Ezért természetesen meghajtjuk a szekeret. Majd meg fogom nézni, hogy a két szány közt csak vizuális tuning, vagy ténylegesen gyorsabban megy esetlegesen, vagy jobb az úttartása a járgánynak. Belülről én ilyenre hagytam, srácok, mert nekem nem tetszik ez a azonnal fölröpülök és elszállok című 8000 gombos megoldás. Én azt gondolom, hogy Bugatti replikában az nagyon nem illő és hülyén fest, hogy 8000 gomb minek, katapult, meg izé James Bond autó. Meg nem egy széria rally autóról beszélünk, szóval még ha egy testverdáról beszélnénk, ugye, ami maga is egy tester autó, magától a fejlesztőktől, és a saját pályukon nézik a törést, a többit, ugye. Egy tester autónál mindegy, de egy Bugatti replikánál inkább nézzen ki szépen, én azt gondolom legalábbis, ez a véleményem. Na, meghajtjuk még. A hangjától nem vagyok elájulva, a gyorsulása sem egy fú detyű egyébként. Azért repül. Jajsesesesesesese. Nem ment ki a lámpa, zsír. Szerintem ennyit megért nekem, meg nagyon-nagyon kevés sajnos a sportautóm. És emiatt muszáj vagyok minden olyat megragadni, ami tetszik. Egyébként szemezek azzal a másik járgánnyal is, ami hasonlít a, nem a Dildozer Bulldozerre, vagy mi a Penetrátor, jó, hogy nem Dildozer a neve, az nekem ami, és lehet, hogy pont az, amelyik hasonlít a Lambóra. És egy olyan replikának tűnik. Hát az ugye egy az egybe Bugatti. Lehet, hogy majd még a kerékem fog, csak tetszik, hogy piros, mint maga az egész szekér. Annyit lehet, hogy... De mondjuk jó ez így, mert nem tudod, hogy fekete vagy piros. Jó, el lett találva a színe szerintem. Sportok a kategóriában biztos jó lesz, mert tényleg jó az irányíthatósága. Ezt majd kiderül. Szerintem az fullos lesz. Nem. Akkor be is kerül a helyére konkrétan. A többi autó mellé, ugyanis hát itt vannak a sportkocsik. És ezt majd ki is fogom üríteni, ott még hátul van két lowrider, amiből mondjuk csak az egyik lowrider. Az is egy behozott az a hátsó szekér ez. Ez a szárny miatt tetszett meg. Hát ennyi, srácok, végül is. Ha azt vesszük, akkor ennyi sportautóval rendelkezem jelenleg. De a 811 T20, hát azok kötelező darabok. Azt fogjuk csinálni, viszont hogy most egyelőre kicsit át, nem vagyok rendmániás, de azért na. Úgy. Jó is talán. Egyébként nekem még mindig a T20 a favorit, szóval... Jó van, srácok, hát ennyi lett volna ez a videó. Nem tudom, fiúk, lányok, hogy...
Ez basszus, ezt nagyon szét lehetett tuningolni. Raktam bele digitális kilométert, minden. Én barom azt hittem, hogy ugye majd itt is. Ez lesz. Hát nem, mondjuk ebbe beraktam, mert ez ilyen szériautó, ebbe illett ez a megoldás. De azért egy Bugatti replikában nem illik ez a fajta full tuningos megoldás, mondjuk az ülésből se volt annyi fajta, és hát muszáj voltam megtetteni ilyenek a kárpitot, amilyen. Jó, van srácok, hát ez van. Volt, aki egyébként leszette a tuningot, annyira nem jött be neki, hogy visszarakta a másik az alapra az autót, csak hát akkor lassabb nyilván. Egyébként vannak új ruhák is, a motort külön, minden egyes videó, tuning videó külön lesz, ezt eldöntöttem. Sokkal több értelme van, és nem igazán néztek vissza több órás live-okban, nem fogjátok kikeresni, hogy mikor volt tuning benne. Live-okban viszont az a hátrány, hogy nem fog tuningolni, hanem videó formájában prezentálom nektek. Minden srácok, ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot. Egyébként ami még újításba kijött, hogy most megint lehet, hogy a tűzijátékot venni, van egy pár ilyen karácsonyi ruci ingyenesen. Illetve van 100.000 forintért is egy elég érdekes ruha, amit majd lehet, hogy be fog mutatni a motorra, ami majd a következő videóban lesz. Ha tetszett, tényleg dobjatok egy lájkot, ha szeretnétek információt kapni, hogy mikor teszek fel újabb videót, tuningolok, hogy mikor live-ozok, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornámra, akár a live-ra és a régére is. Dedan voltam, további kellemes napot nektek. Ez nem lett eltalálva ez a tuning. Sziasztok!